aki nálad jártam, én, aki által álltam, én, tudom mennyit ér a szó szerelem. Én, aki vele voltam, én, akit megcsókoltam, én, sohasem veledem. Én, aki bíztam benne, oly, mint az életemben. Én, akit átáncoltak, csak ő legyen. Én, aki vele voltam, én, akit megcsókoltam, én, sohasem veledem. Én is szép estét kívánok neked, Henike. Én, aki bíztam benne, úgy, mint az életemben. Én, akit átáncoltam, csak ő legyen. Én, aki vele voltam. Én, aki megcsókoltam. Én, sohasem veledem. Hát üdvözlöm a kedves rajongóimat, akik néznek. Egyelőre kettő embert nézek, látom, a néz, de nem baj, mert teszem fel YouTube-ot, meg fogok nézni 160-180-an. Rá kell gyújtanom. Ennek a delirumos művésznőnek üzenek. Ez Picasso Violetta. Violetta. Én néztem az élő live-alat, és nem volt időm, mert már dolgom volt, meg tegnap is. Most van egy kicsi időm. A delirium, te vagy a tudatlan. Ez az igazság. Tudod, te a szót, az mit jelent? Te vagy okos nő. Hát hogy mert te rólam, illetve a Lindáról is, meg én rólam is beszélni éneket. Meg te, hogy mert te én rólam éneket mondani, hogy én vagyok a, mit tudom én, a youtuber, akkor a Linda, a Vörös papnő, ilyen hülyeségeket összehordani. Nem szégyeled magad? Már nem tudsz miről beszélni. Tiltottak téged a TikTokról is. Elértük a célunkat, el fogjuk írni a másik célt is. Vélete legyél megnyugodva. A másik. Te énekem, ha egyedül lennél nő a világon, egy lakatlan szigeten lennék veled, akkor se kéne nekem. Hát hogy nézel ki? Hát a pókasoddal. Hogy nézel ki, egy gusztustalan nő vagy? Nekem olyan mesélte, hogy nő létre, nem figyeltem magad. Ott fingározol. Nem tudod megcsináltatni a lehúzó, amit lehúzza a vizet öblítőt a WC-be. Vödörrel öntöd a szarodat. Kimondom magyarul. Büdösöket fingárzol, gusztustalan vagy. Mesélte nekem az az illető, aki nálad volt. Mindent elmesélt róla, te delirímos nő, te másra mondod. Meg mi az, hogy... Mert minden én velem szóba állt, meg itt volt nálam, meg mit tudom, hogy mert én velem. Mi közöd van hozzá? Közöd van hozzá, Picasso? Én foglalkozok vele? De országosan téged nevetnek, Picasso, hogy a spéces menetel volt érdekből, mert nincsen házat, nincsen pénzed. Nem tudsz megélni. Az egész világ ország tudja. Ezt érted, Picasso? Nem szégyelled magadat?
Tudja, mindenki, hogy érdekből mentél hozzá, mert ha nem érdekből mentél volna hozzá, akkor te a fényeddel lenni elfoglalva, meg egymással lenni, nem tudnátok eltelni. Most őszintén, gyerekek. Ha én szerelmes vagyok valakibe, akkor nem élő videózok, hanem leteszem azt a kurva telefont, és akkor a szerelmemmel vagyok elfoglalva. Még a Linda, amikor itt volt, mit tudom én, letettük a telefont, és egymással voltunk elfoglalva. Egyszer jöttünk fel élőben, direkt te végetted Pikács, hogy lássad. Amúgy nem jöttünk volna fel élőbe. Komolyan mondom, de már youtuberek csinálták azt, hogy lehet, hogy miért nem próbáltunk volna a Tűzdáléra. Ha nem a téred az műsor, ha neked a K.O. Lacék, bácsék fizették ki, te, a neked abban a pillére nincsen. De szegény K.O. Laci bácsnak a felsége meghalt. Már azok sincsenek. A Dili Dálét azt veszi ki, aki akarja. Ha Henny akarja kivenni, kiveti Henny is. Ha ki akarja venni lakatosabbja, ő is kiveti. Jó tette a lakatosabbja, hogy tegnap megmondta magáit meg rólad. De úgy tettem fel YouTube-ra, csak 18 éven felüliek, mert csúnya szavak hangzottak el benne, és ezt nem szabad úgy, mert gyerekek is nézhetik, hogy én mélyen keresztül kell beérekedni, hogy te betöltötted a 18 adalék életévet, mert ez gyerekeknek azért nem való. A csúnya szavak hallottak meg a másikba is. Pikács. Hogy nagyon szégyed magadat, hogy velünk foglalkozol. Miért nem foglalkozol a kedves férjeddel, akit azt hallottam, pedofiláljé, már börtönbüntetésben, mit tudom én, el van téve, börtönbe kell vonulnia. Persze, neked könnyű ott maradni a házba, meg a nyugdíjából is, mit tudom én, napinát vagy te. Velem foglalkozom, én vagyok a maffia főnök, ilyeneket mondom, szóval. Még én nem tudok énekelni, kép engem zongorára, hát országosan téged nevetnek Pikács. Hát hogy mert te élőlem beszélni az énekről, meg a zongoráról? Én kiteszem a Gábor testvéredet, annak van hallása, meg szépen énekel. De te cigány léteddel, cigányok vagyunk, nem kellettek adni. Nem szégyeled magad, nincsen hallásod. Botfület van, hamisan énekelsz. Egyszerűen nem tudsz énekelni. Jégből vagyok, talán el sem indulok. Hogy énekelted? Ez borzasztó volt. Még te tanítanál engem énekelni? Meg zongorázni? Hát ki nevet az egész ország, te majom, te ökörpörkör nő. A franc megiszi a torkorat. Meg Lindáról beszélsz a Delirő, most te vagy az. Kérdele, amikor nálam mondta, Linda egy kortyot nem vívott. Na erő, mit szólsz hozzá? Kitalálod a uraz részeges, nem alkoholista. Az a nő egyszerűen eszébe sem volt az ital. Egymással voltunk elfoglalva. Ennyi. Az, hogy mivel, neked arra semmi között hozzá, meg senkinek semmi között hozzá nincs. Le volt téve a telefon, az a tévé, az már zövé, és az enyém is. Ennyi. Volt mire, magunk kész, ennyi. Senkinek semmi hozzá nincs. Pikács. Én rólam beszélsz, hogy én csúnya ember vagyok. De tudom, hogy mennyi fiatal nő szerelmes belém. Csak én nem foglalkozok, hogy kinevetem őket. Mert bizonyám én is benne vagyok a korba, aki meg érdekbe akar velem lenni, hogy énekes akar lenni, meg én rajtam keresztül senki nem állszom felé. Nézd meg a volt párom, az a Tinács, az egy csinos nő volt. Meg a Mercike sem volt csúnya. A szépen énekelt. Hát miről beszél? Hát nekem ki kell vagyok, kikkel posztoltam ki magamit? Hát én a Sláger TV-nél voltam. Zenei szerkesztő, meg ott voltam zongorista. Híres énekeseknek. Te, mi? Csináltad a Dili Dálét, annyi, hogy a Kálaszi bácsi. Elmondtam már nagyon sokszor. Mindenkinek elmeséltem. Pikács, azzal a tyúkeszeddel. De a franc megeszi a torkodat. Kórházban voltam gyerekek. Kaptam egy szívinfarktus, Miskolcon voltam. Ott kapott az infarktus Borsod megyébe. Hát hova szállítson a mentő, legközelebb kórházba, Borsod megyébe, Miskolcra. No, ott már úgy szállítottam be, egy fantom be akar Cecília, ismerősnek, mindjárt törlöm a francba, ne jellegesen engem senki, egy ilyen fantom kép, azokat amúgy is törlöm. Beszállított a mentő üvöltbe, oxigént kaptam, és már toltak a műtőbe, mert a karomban keresztül katéterezték a szívemet, az azt jelenti, szép katéter, hálót tettek rá, kitágították, meg hálót tettek rá, hogy mit tudom én,
ők tudják, a kardiológusok. Kamerán keresztül, de nem fájtam, hogy ilyen gyorsan felszálltam, hogy trót, vagy mit azt éreztem, nem fáj, nem fáj. Csuklomban keresztül, el volt érzéstelen, és például felvágták a csuklomat, és azon tolta fel a katétert. Semmit nem éreztem amúgy. Emlékeztem mindenre. Az intervizében feküdtem 3 napot, egy csütörtökön volt, csütörtöki nap volt, és azt mondja, hogy csütörtök péntek szombaton, meg kellett volna várni a hétfőt, utána visszavittek Ózdra, de mentővel, mert persze már az már Ózdra úgy vittek vissza, hogy már nem intenzíven voltam, hanem rendes kórteremben. Ott is égágéztak, minden rendben volt. Nekem mai napig, ha EKG-re kimutassa, nekem volt egyszerű szívinfarktusom. Mai napig? Ez van. Hogy Pikács? Na most erre akarok kitérni. Infarktusom volt, akkor még a Merszike volt az élettársam. Mondom neki itt, eltelt vagy 2-3 hét. Nagyon meleg volt, nyár volt, nem tudom mi volt, akkor nem tudom, nagyon-nagyon meleg volt. 30 fokon felül, nagyon meleg, 33-34 fokon. A másik én mondom, be kéne menni kicsit tévébe, unatkozott, mondom, hogy tudom, unalmas, trevém. Menjünk már be egy kicsikét, jó, na és az menjünk. Besétáltunk, nem sétáltunk, úgyhogy tömegközlekedéssel mentünk be a Magyarul. Úgyhogy a keleti tő, a televízió nem messze van. A keleti tő kell menni 24-es villamossal, 3 megállót. Az Orci térig. Na. Úgyhogy bementünk, ott van egy ilyen gyroszos, teraszos rész. Meg kéne enni egy gyroszt. Kettőnknek, két adag, tál gyroszt, kettőnknek bőven elég, iszok kb-t, mert most keltem fel. Jó, azt megyünk. Rendeltünk is. Jön a mulatós kata. Jönnek a többi fellépők. Szia Lajos, minden Lajos, hogy vagy, mint vagy, szokásos, ezért. Örülök, hogy jobban vagy, meg hozé, meg bármilyen, mint remél, beszélgettünk. Na jó van, beszélgettünk nyugodtan, szépen. Vettem még egy jó hideg ásványvizet, mert nagyon meleg volt. Tévében jó hűvös volt a folyosón, ott leültem a fotelba. Mindig van nálam egy Adidas táska, egy férfi táska, mennem az iratot, meg beletettem az ásványvizemet, meg itt tudom én, letettem én magam mellé. Hol itt kortyolgattam, hogy egy vászlávíz. Mindegy megyek meg folyosóra be. Hallani ki lehetett hallani a nagy veszekedést. Hát ki veszekedik, mint a Piskács az igazgatóval. Midi cirkuszolt a fogalmam nem volt. Kiábálva jöttek ki, és szabályszerűen az igazgató utána ment, és megfogta a gravaszt, kihanyította. A tanulban szó, valami szerződés nem ért talál, mit tudom én, valami volt. Most Pikács, erőt én tehetek? És akkor valakinek le kellett vezetnem műsort, megkért az igazgató, hogy főnök, most jöttem ki kórházból. Hát nem tudom beszélni, úgy, mint most. Örülök, ha vagyok. Meg éneknek egy-két számot, az jó. Ott a Merszike beszél meg vele. Merszike elvállalta. Hogy nem lettél megfúrva, Pikács. Az igazgató kért meg, hogy valakinek le kéne vezetni a műsort. Erre Merszike levezetni a műsort, mert ő volt fellépő, vagy 10. És ott volt egy nő, cigány hölgy, hozott 3 táncost, az unokáit hozta be táncolni. Pikács pillanatának adottak vagy 20 000 forintot. És a cigány szólt az igazgatónak, hogy Pikácsnak már adott a pénzt, mert az igazgató kérte volna a pénzt, a fellépési díjat. Igen, de Pikácstól szépen visszavette a pénzt. Milyen jó? Amúgy is az igazgatónak már titkárnőnek kell fizetni, van egy titkárnő ott, Idike, őnek ezt felír a papír, ad róla számlát ad róla. Számlát. Igen, és ez ennyit befizetett. Így működik. Aki kezdő énekes, vagy táncos, vagy mit tudom, zongorista, azoknak fizetni kell. Aki nem kezdő, profi énekes, annak a televízió fizet. Ezért egyszerűen elmondtam. Aki profi énekes, mit tudom én, és Zalatnai, vagy nem tudom, hittem most, ezek a nagy nevek nem jutnak eszembe, ezeknek a televízió fizet. Aki amatőr énekes, meg amatőr táncosok, azoknak fizetni kell a tévének, mert a tévét valami fenn kell tartani, villanszámla, fűtés, áramdíj, mit tudom én, ezeket művő fizesse a szegény igazgató.
csak ebből a pénzekből tudja finanszírozni. És bizony ezért a reklámé, mert a reklám, ezt meg kell fizetni. Érthetően elmondtam? Pikás például, tehát meg az embereket lehúztad. Anyagilag, úgy, hogy az igazgatónak, ennyit fizetett, csak hazudgáltál egy össze-vissza. Meg tűntek el pénzek. Ezt miért nem mondod el, Pikás? Meg az, nem én mentem le Dávodra, a lakásodra, hogy kielégítsem magamat, te jöttél az én lakásomra, méghozzá a kedves kollégámmal. Én itt zongoráztam kint, hogy most vagyok. Komolyan mondom. Ti bementetek a kis szobába, elvégeztétek a dolgokat, nagyon-nagyon hamar. Csodálkoztunk, és rajta milyen hamar szaladtál a fürdőszobába zuhanyozni, Pikács. És mondja nekem a zenész barátom, gyerekkori barátom, ő most a Muzsika TV-nél van, elég nagy beosztásban van, és mondja nekem, még a Pikás küldött, Lajoskám, kár volt békét be is tankolni, meg kicsit dalog. Hát nem mondjad már. Jaj, azt mondja, Istenként azt mondja, megbált mindent. Hát mondom, Andor, mondom, akkor mi fizetéltem nekem a lakásom, amit voltam? Mercinek ki sem mertem mondani az élettársamnak. Nem mondtam ki neki. Nem is tudott róla. Ő dolgozni volt oda. Hogy mit csináltam én, megengedtem, hogy ide jön a barátom, a Pikácsot ide hozzá. Én mentem a Dávodra hozzá, kérdezítsem magamat. Ezt miért akarod le, Pikács? Miért nem mondod el ezt? El kéne mondani. Nem vagy jó az ágyba sem. Akkor a másik, az zongorista barátom, a Robi, csak annyit mondok, a Robi, az is volt veled, az is azt mondta róla, hogy ó, Lajos, még kár volt értem, még be is tankolni. Ki tudja, hogy ütték egy kocsival? Pikachu, nem vagy jó az ágyba. Ott se tudsz teljesíteni, mi kéne. Akkor miről beszélünk? Engem gondol mindenféle csúp embernek. Hogy nézel ki te majom? Felvettem a menecske ruhát, figyeltem azt a lakodalmat. Én még arra itt nem láttam. Szegény párhuzat csak nem is tudom, hogy mit mondjuk arról az emberről. Csak szülyére vetted, mert nem vagy bele szerelmes. Mert ha szerelmes lennél bele, akkor nem élővidóznál. Éjszaka, meg mit tudom, hogy te éjszakai ördög vagy. Ezeket a delirium szavakat, idegen szavakat megtanultad a nagy híres emberektől, mert valamikor te éjszakai nő voltál. Nagyon finoman fejlem ki magam, mert az, hogy gyerekek is nézik. Most nem 18 éven felnőtteknek fogom feltenni, hanem bárki szabadon megnézheti ezt az élőt, ugye én csúnyán nem beszélek, nagyon finoman beszélek. Muszáj volt. Hát engem kiírtált az zongorára, az ország nevet. Akkor a Lindára azt mondtad, hogy ő a vörös papnő. Hát ez szegény nem csak felragadt a szemem. Mert úgy delirium, most te vagy az, Pikács. Te nem tudod, mit csinálsz. Tudod, mit jelent ez a szó? Te majom. Te nem tudsz már miről bepapolni, beszélni, jelentetik már a Facebookodat. Voltál már te. Pévéletta. Voltál. Pikácsvéletta. Voltál. Mit tudom én. Nagyon sok néven vagy fent. Valamelyiket mindig jelentik, nem tudom. De nem te csinálod, hanem más csinálja neked, valaki fiatalokat megkérdez, ennyi. A saját járnyom meg annyira ki van veled, akkor mi nem fogadott téged a saját lakásába, Pikács? Ha annyira szeret téged a gyereket, ahogy mondod, akkor mi nem fogad be téged hozzá? Lakás, nem biztos, könnyű is volt, a kényelmet meg kell fizetnem, Pikács. Te villányra fűtötték, beteg édesanyád, de rendben van. De azt a villanyszámlát ki kellett volna fizetni. A kényelmet meg kell fizetni. Ott nem kell begyújtani, semmit nem kell csinálni. Konnektorban van, megy éjjel-nappal. Persze jó számlát kijött, fizes mérett. Kikapcsolták a villanyot, azt is hallom, ki vagy kapcsolva a villanyot. Mentél az örökhez lakni. Aki félhez mentél, felvettél menyecske ruhát, hogy nézték ki benne? Ezt nem azért mondom. Én lakatlan szigetel lennék veled. Végképp nem volna nő, mikor magamhoz nyúlnék. Esküszöm neked. Nem kellene. Állítom neked, Linda, ne bátszod, miért bátszod? Ez neked rajongód volt. Megúrtált. Minden például összehazudgászol arra, hogy megúrtált. Egymással volt, képzeld el. Mi nem Facebookoztunk, semmit nem csináltunk. Egymással voltunk el. Neked is ezt kéne tenned a féleddel, nem Facebookozni, meg TikTokozni, meg mit tudom mit csinálni, elfoglalni magad, ha szereted. De tudja az egész ország, te nem vagy benne szerelmes.
Te nem a szerelővé menti hozzá, hanem a pénzé véget, meg a nyugdíja véget. Meg nem csillakásod. Na, Pikács. Kívsz engem zongorázni, meg énekelni? Holnap eléneklem neked, hogy égvé vagyok, megszerzem a szövegét. Nem tudom fejben, mondtam, de be is mondtam az előadásomban, hogy nem tudom a rendes a szövegét. Égből vagyok, talán sem. Nem tudom a rendes a szövegét, de holnapra meg lesz a szövege, és el fogom neked énekelni. Holnap este így valamikor beérkezem, nem tudom hányod akkor. Érzeti, azt mondom, valami Pikács. Megígértem, ma beérkezek, Ibolyával beszéltem, Akatossal. Mondtam neki, hogy be fogok jelentkezni, nem tudom hányod akkor, Ibolya. Jó csinálta. Mi? Néha Ibolyával összeveszünk, de basszuk egymást, kész, ennyi. De segítek neki, ha tudok, miért ne segítenék. Nekem a Linda megmondta, ő észrevette, milyen ember vagyok. Lajos, te nagyon-nagyon jó szívű ember vagy. De ha valaki felbosszant, te nagy bosszúálló vagy. Az vagyok. Nem jó velem kikezdeni, mert nagyon bosszúálló vagyok. Senki, ajánlom, senki ne kezdjen ki velem. Nagyon-nagyon bosszúálló vagyok. Szerintem jó észrevette rajtam. És képzeld el, Pikács. Az a nő végig észnél volt, nem volt deliriumban. Tudtad, mit csinálod? Nem ivott. Itt volt nálam, nem ivott. És úgy is jött fel, hogy csak kettő napra, mert őnek van két nap fia, persze szeretse fiait, családját, úgy is volt megbeszélve, hogy kettő napra hozott fel. Egy szalalma került, és lementem. Na, és gyere, már mentem már is. Érted, Pikács? De én tényleg dához nem mennék. Most megkérjük a kezedet, Pikács Piretta, és leánykérő szám következik, szeretném is énekelni ezt. Nem régen énekeltem fel. Eléneklem neked, utána még egyet éneklek, utána befejezem az adásomat, le akarok menni kicsit az udvarba levegőzni, megnézni a két unokámat. Hát persze, ma egészen oda voltam az őszörétére, itt-ott, meg itt tudom én, sok dolgom volt. Ezért belenéztem az adásodba, Pikács. Szálljál már a Lindáról, én rólam, Lakatos Ibolyáról, akkor a Bikta Éváról szálljál már el, meg mit tudom én, kiket jutnak neked eszedbe, minden ember megváltozik. Habékról is szálljál már, légy szíves, megkérnélek. Az mit tartottak neked? Megmondta Habi neked az igazat? Ha nem tudod zongorázni, nincs rólad papírod, nincsen se vizsgált, semmi. Habék, én utána érdeklődtek, 40 éve vizsgáztam, gyerekek, 40 éve. És mindig benne vagyok a számítógépben. Ha megmondta Habi, Jeff-tag szakot végeztem zongorázó énektanárként. Mindig benne vagyok, 40 év után benne vagyok a számítógépben. Pikács, te azt sem tudják, hogy ki vagy. Éjszakában dolgoztál, mint táncos. Akkor én divat volt az a tánc, hogy most csinálsz te. Már most nem divat. Zsamo, egy éjszaka szívembe zártam, ami kettőnk között történt, örökre megmaradt. Én nem tudom, mi lesz a holnapom, akárhogy is lesz, én bízom benned, galambom. Májusban is elmegyek hozzá, jön vele az összes rokonság. Olyan szép lesz a május kosár, olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Oda állok az édesapádhoz, és megkérdezem tőle, nekem adod a lányom az áldásod. Ha mindig jó a zene hadd szóljon, mulassunk testvérek, rokonok. Májusban is elmegyek hozzá, jön velem az összes rokonság. Olyan szép lesz a május kosár, olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Shalom, 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 shalom
Shabbat Shalom Aleichem Shalom 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 Aleichem Shalom 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 Olyan szép lesz a május kosár, olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Májusban is elmegyek hozzád, jön velem az összes tokosság. De én nem megyek Dávodra. Ez biztos. Hozzád biztos, hogy nem megyek. 100%. Nem 100 millió. Most egy néző nézi szegény Henik. Nem baj, Henikém, semmi gond. Ezt feltettem ütőre. Nézd meg majd holnap 100 tonna nézték meg az adásomat. Nem zavar. Utolsó számot éneklek. Egy pikás ezzel bepéjeztem. Megtaláltam, még ha rosszalkodol, nagyot fogok kapni tőlem. Te nővelem nem bírsz. Pikás például, te nővelem nem bírsz. Én vagyok az a maffia főnek. Nem is tudtam róla. Hál' Istennek, maffia főnök lettem. A Linda meg ő lett a vörös papnő. Na. Amúgy te végetted, tettük fel, te végetted, csináltuk az élőadást, mikor a Lindával jöttünk kocsival, ide fel Budapestre, meg te végetted, Pikács, hogy egyen a méreg, csináltunk egy élőadást. Amúgy nem csináltunk volna. Te végetted, gyerekeztünk be a kocsiból, minden te végetted volt. Hogy, hát nem is tudom. De te, Pikács, te a saját, hogy mondjam, a saját vécét beestél bele. Magyarul. Szerelmes lett a lakatosi bajával, így kezdődött, ez másfél éve lehetett. Igen. Azt hittem, hogy a Ibolyával lakatosan jobban vagyok, abban tudatban voltál, és ez rám küldted a Lindát, ő bejelölt, hogy táncos szeretne lenni. Hát mondom, na hagylássalak már meg téged, még én nem bevesem. Hamis Facebook, hamis vagy, akkor tiltalak. Írtam neki, és akkor messengeren felhívtuk egymást. Zenétem neki, ő látott csak, és évezte a zenémet mosolyogva, nagyon kedves volt a hölgy, szimpatikus lett egyből, kedvesen hallgatta a zenémet, tényleg élvezte a zenémet, hogy játszom neki, és összejöttünk, és napi szinten elkezdtünk beszélgetni, Pikács. Na, itt testét a ser. Itt koppantál nagyon. Bizonyám, mert koppantál. Bizony, te hoztál össze minket, Pikács. Itt nagyon tévedtél. Utána csodálkoztál rajta, hogy a Manók, a Lindát megszöktette. Nem szöktette, meg nem volt beszélni. Szólt, menjek, mentem. Ennyi. A kettő napra persze, ő a kettő, három, így valahogy, mit tudom én. Ennyi. Neki is van családja, két fia van. Nem úgy van. Még ha el is menném feleségül, ahol senkinek semmi hozzá nincs, mert független ember vagyok. Nem parancsol senki. Kit hozok a lakásomba, kit nem adok a lélakásomba, ahol senkinek semmi köze hozzá nincs. Független ember vagyok, Pikács. Te már nem vagy független, mert már tömegnősítő vagy pénzedmentő, vagy tudom, hogy mondjam. Menecske ruhával táncolsz. Én még ilyen lakodalmat, csak a pénzeddel táncoltál, más embert azt senkit nem láttam. Vagy egyáltalán volt esküvő az, vagy meg volt játszva. Mert én vendégeket nem láttam, se kaját nem láttam asztalon, mert egy lakzit úgy szoktam látni, átlál a lakodalmat, hogy meg van pakolva egy asztal, ott ülnek emberek, itallal, étellel, táncolnak, én a lakodalom. De ti valami mezőn voltatok, nem is tudom, kertelségbe, táncoltál, mert egyszerűen a féleddel. Ezeken kívül senkit nem láttam. Senkit nem láttam, gyerekek. Én még ilyen lakzit nem láttam. Pedig életemben sok lakzit kimuzsikáltam, vigyétek el, gyerek. Én mostanában nem vállalok lakzit senkinek. Most is lett volna felkérésem, nem vállalom, a lányom engedi, nem vagyok egészséges, sajnos. Nem bírnék egy lakzit megcsinálni, gyerekek, az igazság. Úgyhogy a Tomi szólt volna a műsorvezető, a tévében ő vezette a műsort, Lajos Lenni lakodom,
téged ajánlani. Tomi, köszönöm szépen, szóljál másnak, én nem vállalok semmit. Vállalok egy-két óra fellépést, valaki érdekes le kell kísérnem élőbe, hangsúlyozom. Szigeti Ferit is élőbe kísérem. Az olyan, mint Horváth Pista úgy nekem. Meg a romai író együttesen szoktam járni, de ezeket szoktam kísérni, meg mit tudom én, a Lekinnél Sláger TV, Suzy Jolly-val dolgoztam együtt. Ezek voltak, Balogh Tündének voltam az angolistája. Sokáig. Most vagyok egy főzenés szerkesztő, én szabok meg mindent. Úgyhogy nem tudom, nem vállalok már lakzikat, nem is bírnám megcsinálni az igazság. Mióta én 3 éve nagyon nagy beteg voltam, itt feküdtem a Kistarcsai kórházba, járókerettel engedtek ki gyerekek. De Jóisten segítségével, Jóisten helyrehozott. Nem mondom nektek őszintén, hogy nekem még e világon dolgom van. Én is azt hittem, hogy meghalok. Komolyan mondom, hogy gyerekek. Abban tudom, voltam, de Jóisten megsegített. Járókeret itt van, nem dobtam ki. Az azért van itt mellettem, hogy mikor felkelek, lássam, hogy milyen beteg voltam. Meg hangszer is itt van mellettem, az én szobámban, én helységben, ahol vagyok most élőzök. Ha felkelek, ő esik ránézni. Ha zongorista vagyok, Pikács. Te, hol vagy zongorista? Nem tudom. Értelem láttam. 8 éves karatot tanultam zongorát, kitettem a képemet is, kisfiú voltam. 7 vagy 8 éves lettem, nem pontosan emlékszek már rá. Igen, bocsánat, mifögtem a kajártamban. Nem tudom. Nekem nem volt gyerekkorom, mert zongoráznom kellett, gyakorolni kellett. Klasszikus tanultam. Klasszikus zené, Pikács. Chopin, Beethoven, Czerny, Bach, Cindy Tavaszizon, ezeket tanultam. Tudod, te ezeket az embereket ismered? Ennek mind nagy emberek voltak. A Fidelis meg tudod mondani, ki írta ezt. Tanárnőm, kántori iskolába szeretett volna adni. Én látod benne valami tényleg, hogy az belőled nagyon-nagyon jó kántor lenne, jön, akkor tudtam beszélni. Meg szerettem Bach, az Bachtól van a kétszorma infekció, meg tudom én, Bach nagyon sokat, kántor, nagyon rengeteg zenét játszottam Bachtól, úgyhogy mindegy, el is. Démaltokat és magukat. Csak én nem vállaltam, meg nem mentem, mert én nem akartam mondom temetéseken részt venni, mert én ott általában rosszul vagyok. Senkinek a temetésére nem megyek. Ha nagyon kötelező, akkor elmegyek, de amúgy én idegennek a temetésére én nem megyek. Komolyan mondom, nem, rosszul vagyok. Ha meg közel hozzám tartozom is meghal, kint nem megyek be, kint állok, leülök, vagy kint rágyújtok, mit tudom én, nem. Ennyi. Úgyhogy talán jól vett észre belőle, kurva jó kántor lett volna, mert jól tudok beszélni. Már gyerekkorom is ilyen voltam. És csak Bachtól nagyon szerettem játszani. Két szudom, hogy ez démaris fogást akartam, ezeket én vágtam. No. Pikás, engem hívták ki itt a zongora. Versen, drága őstenki! Országosak nevetnek itt a majomhő, de apári, delirímus. Még te mondtad az Linda delirímus, hogy nem tudja, mit csinál. Tudta az a nő nagyon jó. Itt volt nálam a Linda, egy kortyok nevű volt. Eszébe sem volt az ital. Egymással voltunk elfoglalva. Te vagy elérő most, mert nem tudod, mit csinálsz. Mindenkiről beszélsz. Mindenkit végig sértesz. Hennit is megsértetted már. Megsértetted már a lakatost. Megsértetted már a lakatos férjét is, vagy a élettársát.
Megsértetted a Britta Évát, Habékat megsértetted, engemet, Lindát, mindenkit, aki szádra jön. Minden embert megsértesz. Én vagyok a maffia főnök. Basszus, nem is tudtam róla, hogy maffia főnök vagyok. Eléneklem az árva fiút, küldöm, sok szeretettel, fogjátok, élőbb éneklem. Jó? Volti più, állom più, nem szerette senki. Úgy érezte, el szerette menni. Állom più, jöjj vissza, hová siet van, hová jöjj, valaki vár. Állj meg, fiú, jöjj vissza, célhoz nem érti, soha jöjj, valaki vár. Ára piú, jöjj vissza, hová siet, mond, hová jöjj, valaki hív, valaki vár. Állj meg, piú, jöjj vissza, célhoz nem érti, soha jöjj, valaki hív, valaki vár. Én is szép estét kívánok, kedves Erzsébet! Ára fiú, jöjj vissza, célhoz nem érti, soha jön, valaki vár. Állj meg, fiú, jöjj vissza, célhoz nem érti, soha jön, valaki vár. Könnyes üdenet, egy elkésett levél, a szívem már szomorú, ha nem vagy az enyém. A ragyogó süt a nap, és szigrálott a fény, de a szívem már szomorú, ha rád gondolok én. Szeretlek én. A börtön ablakában soha nem süt ki a nap. Az évek már tavaszának mindegy múló pillanat. Ragyogó süt a nap, és sziklárodt a fény. De a szívem már szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én. Vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. A börtön ablakában soha nem süt ki a nap. Az évek már tavaszának mindegy múló pillanat. Ragyogó,
süt a nap, és szigázott a fény, de a szívem már szomorú. Ha rád gondolok én, szeretlek én. Pikát, tudsz itt zongorázni mindig? Drága szép istenki. Jaj, nagy zongora művészni vagy, én nyájam ki neked a tököret. Pikás Veretta. Istenki, férjed, mint a Pikás Veretta. Elzó a vegyasszom. Házszom még, még fél ebben büdös életben érdekli házasság. Hát mindenki rajtad nevet, bazd. Mert akkor csúnyán beszélni, bocsánat. Mindenki rajtad nevet. Tudja az egész ország, hogy te nem szeretetből mentél férhez, nem szerelemből, érdekből. Legyen lakásod, legyen nyugdíj, meg legyen neked a jövő biztosítva. Így van, Pikács. Hát tudja, mindenki az egész országosan tudja. Nem szégyeled magadat? Szégyeled magadat. Mással foglalkozol. Hát odával, miért most mentél férhez, neked miért eseteket kéne élned? Letenni azt a telefont. Az egymással kéne kezdeni valamit. Csak nem vagy szerelmes. Azt a szegény ember sajnálom, becsaptam. Elég hülye volt, elvitt téged feleségük. Utolsó számot eljátszok. Dal címe Szeretlek is, meg nem is Pikács, mert te nem vagy szerelmes. Ezt neked küldöm. Úgyhogy te azt az embert nem szereted. Senkit nem szeretnéte. Én belém még olyan szerelmes vagy, mai napig nem vagyok békén. Már 4 éve, mindig a banók, ma a fiapőnök. Az ember, ha körülbelül egy éve, hogy visszavágok neked, élő videóban már nem bírtam. 4 éve nem vagyok békén, miért csak kibasztak téged a tévéből. Mert kidobott az igazgató. Nem szégyened magadat? Ezért, mert kerekest ki vagy szerelmes? Egyenleg a szíved. Én már meg légy szíves. Na, úgyhogy ennek gratulálok, hogy szerelmes, ennek örülök, hogy valaki szerelmes. A szép dolog, ha valaki szerelmes, ha kinéz az utcán, még a fák is másképp néznek ki. Komolyan mondom. Ha valaki nem szerelmes, csalódott, akkor is másképp néz ki, még a vonat is, meg a busz is. Hát én tudom, milyen jár a szerelem. Volt benne részem. Úgyhogy, igen. Magadban, azzal, ennek örülök. Na, gratulálok. Én is szerelmes vagyok saját magamban. Na, Pikás Veretta, szeretek is, meg nem is. Azt a szegény embert becsaptad, de annak van családja, vigyázzál. És megvédjük. Összefogunk, meg fogunk védeni ezt az embert. Kézzel körömmel lába a Pikács. Nem fogod hülyére venni a nyugdíját, meg a házát. Én becsapni az embereket. Te élőzgetel, míg a néz. Rámentél a pénzére, te majom, senki ajadék. Évek óta kormány egy más, mint víz és fa, vacci meg nem ellen mászom. Kenny pata, ajkad a számhoz, mint hűsdikő, hogy simú problémák nem voltak, csak megoldásom. Hajt a csontot, törtük együtt, mondtuk, hogy igen, hogy történt, nem értem, hogy nem történt semmi sem. Szeretlek is, meg nem, tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Ma is ő, ma is ő, ma is ő szeretem.
egyedül, egyedül. És hogy mondjam el neked, baby, asszony, szeretek is meg nem, tudod így van. A szerelem engem mindig bolondá tett. Szeretlek is, meg nem is, tudod, így van-e? A szerelem engem mindig bolondá tesz. Ma is ő, ma is ő, szeretem. Vegyedül, vegyedül. És hogy mondjam el neked, baby, asszony, szeretek is meg nem is, tudod, mi van-e? A szerelem engem mindig bolondá tesz. Haragszom is, meg nem is, tudod, én van-e? A szerelem engem mindig bolondá tesz. De nem Pikás Pirattával vagyok szerelmes, most mondom, Erzsébet kerekes, úgyhogy ha a Pikáccsal egy lakatlan szigeten lennék, tényleg, akkor se kérek. Esküszöm. Nem, soha. Én másról vagyok szerelmes, ez a Henny tudja, még több ember. Más szeretek, úgyhogy mindez legyen az én dolgom, de nem a Pikás Pirattával. Soha nem voltam belé szerelmes Pirattával, mert nem is leszek. Hagyj engem már békén, jó? Szálljál ez olyan. Hagyjál békén. Én ma fia főnök mindent mondaszolom, nem tudsz művel belém kötni. De megvédem magam a Pikás, mert nem jóval kezdel ki, mert elrendeznek. Tudod, ez nagyon jó. Van szám, kinyitom, azt kapol tőlem. Már szóban. Te dávori, pesti lakos voltál, el kell menni Pesti dávozó, ott is utalnak az emberek. Lakatos kitette azt a videót. Bizony kiposztoltam. Úgyhogy köszönöm szépen, kereskedés, gratulálsz, de nem a Pikás Pirattával vagyok szerelmes, esküszöm. Ezzel a számmal elbúcsúztam, nem tartalok meg benneteket. Most vagy a tévében rendőr, akadémia, szeretem nézni, humoros, film, el vagyok, vacsorázgatok, talán kezdődik a nap megint homok felülről. Hol nekem dolgom van, megyek a testvéremhez, unok a bátyámhoz, és egy kis stúdiópervételt megcsinálom, mondom, a ból délőt, délbétom, hogy nem kell fűznem. Hála jó Istennek, utálok őzni. Nem mindegy. Egyet akartam nektek mondani. Szép estét mindenkinek kívánok. Jó étvágyat kívánok a vacsorához. Teljen az estétek nagyon szépen, szívemből még egyszer. Köszönöm szépen, Erzsébet kerekes. Viszont kívánom én is neked. Szép, jó éjszakát is. Igen, köszönöm szépen. Viszont kívánom én is. Tényleg én jó szívű ember vagyok. Mindent megteszek mindenkit. Tényleg segítőkész vagyok, de ha valaki megsért, igen nagy bosszúálló vagyok. Ezt megmondták. És jó észrevett az illető. Na, mindenki puszikatok. Szép estét, Pikács. Tedd már magad lejjebb, légy szíves. Hagyjál minket békén. Úgy a Lindát, úgy engemet. Úgy a Lakatos Ubaját, úgy a Aranykezű Évát. Úgy a Habékat. Hagyj békén, Pikács. Foglalkozzál már a pároddal. Éljétek a mélesetet, szerelmeskedjetek, szeretkezzetek egymással. Ne élőzzél. Ha te szeretnéd azt az embert, akkor nem élővideózol, hanem az emberrel foglalkozol. De te nem. Nem majd bele szerelmes Pikács. Na, sziasztok, puszilom benneteket, befejeztem. Ezt megosztom azt az élő live-ot, nem törlöm le. És teszem fel a YouTube csatornámra. Egy-két órán belül fent lesz, mert még van dolgom. Le kell tölteni, utána megint feltöltem, úgyhogy bonyodalmas. Na, puszilok mindenkit. Holnap nem tudom, mikor jelentkezek be élőbe, este pedig gondolom én. Na, sziasztok! Szép estét kívánok neked, puszi!